Jó estét kívánok! Önök a hírös híreket, a Kecskeméti Televízió híradóját látják 19 órakor. Nézzük, miről szólnak mai híreink. 701 millió forint kormányzati forrásból elkészült a Kecskeméti Atlétikai Központ. 4 milliárd forintból újul meg a Homokbánya területe. A városrészben új bölcsőde épül és létrehoznak egy autista nappali ellátó intézményt is. Társasjáték, együtt hozzuk létre a csodát. Ezzel a szlogennel indul az új évad a Kecskeméti Katona József Színházban. millió forint kormányzati forrásból készült el a Kecskeméti Atlétikai Központ. Szemereiné Pataki Klaudia polgármester a sajtó kíséretében tekintette meg az épület komplexumot szerda délelőtt. A jövő atlétái ezentúl méltó körülmények között edzhetnek a Kecskeméti Atlétikai Centrumban, amely 701 millió forint állami forrásból épülhetett meg a Széktói stadion mellett. Az utánpótlás élet szempontjából egy nagyon fontos fejlesztése ez a városnak. Az épületkomplexum szerdai sajtónyilvános bejárása előtt Szemereiné Pataki Klaudia polgármester az elkészült beruházás mögött álló profi csapat munkáját dicsérte. Mindenki szívét, lelkét odaadta, hogy megvalósuljon ez a létesítmény, és sok mindenki érdekét tudja szolgálni, nem csak az atlétika sportét, hanem az egyéb sportolók is tudjanak itt erőléti edzéseket, alapozó edzéseket tartani, és mindeközben a Széktói stadionunknak egy jelentős része pedig teljesen felújult. A sportlétesítmény területén az ugrógödröktől a dobókörön át minden olyan eszköz és tereptárgy megtalálható, amely szükséges az atlétikai sportágak műveléséhez. A külső területen a szabványos 400 méteres futókör található meg 8 sávban. A közepén, a belső területen rögbi edzésekre és mérkőzésre alkalmas területet alakítunk ki. A belső tér elsősorban a téli alapozásra ad lehetőséget, egy 6-sávos 60 méter hosszú futópálya található itt. Nem csak a város atlétái, de más sportágak képviselői is edzhetnek majd az atlétikai központban, amely a tervek szerint rangos nemzetközi versenyek helyszíne is lesz a jövőben. Mindenről kiemelő magazinunkban számolunk be részletesen. 4 milliárd forintból újul meg a Homokbánya területe. A városrészben új bölcsőde épült, és létrehoznak egy autista nappali ellátó intézményt is. Emellett 800 millió forint értékben valósítják meg ezen a területen a Zöld Város programot, és folytatódik a dolgozói lakásépítési program is. A városrész megközelítését egy új útszakasz is segíti majd. Kívülről már készen áll a homokbányai Katica bölcsőde. A több mint 350 millió forintból megépített intézményt közel 100 gyerek népesítheti be. A bölcsőde szomszédságában elkészült egy másik intézmény is, amely az autisták számára biztosíthat nappali ellátást ez év szeptemberétől. Egyre intenzívebb a lakásépítések száma is a városrészben. A magánberuházások mellett ugyanis az önkormányzati fejlesztések sora is folytatódik. Nekünk, a Kecskeméti városának pedig már 2002 óta van egy folyamatosan bővülő projektje. Ugye dolgozói lakásokat alakítunk ki, 2002-ben 240 darabot alakított ki akkor a város, majd utána a Mercedes-szel közösen folytattuk ezt a lakásszám felújítást egy 40 lakással, és most pedig egy 38 lakással folytatjuk ezt a lakásszám bővítést. A dolgozói lakásépítési program 1,4 milliárd forintból valósulhat meg. Emellett újabb és újabb fejlesztések indulnak Homokbányán. Az intézmények és a lakások környezete például a 800 millió forint értékű Zöld Város projekt keretében szépülhet meg. Homokbánya fejlesztésére a város összesen 4 milliárd forintot fordít, de a magánvállalkozók is nagyságrendileg ugyanennyit tesznek hozzá a városrész fejlődéséhez. Az építkezések mellett újabb infrastrukturális beruházást is megvalósít a város, ugyanis 350 millióból épül meg a déli feltáróút, amely a Decathlon áruház és a Helvéciai út között vezet majd. Társas játék, együtt hozzuk létre a csodát, szlogennel indul a 2019-2020-as évad a Kecskeméti Katona József Színházban.
13 új bemutatóval, 9 különböző műfajjal és 4 játszóhelyjel várják a nézőket a teátrumban. Társasjáték, együtt hozzuk létre a csodát. Ez a szlogenje a Kecskeméti Katona József Színház 2019-2020-as évadának. Ebben az évben 13 új bemutatóval várja a teátrum a vendégeket. Idén egy különleges helyszínnel egészülnek ki a játszóterek. Van a Nagyszínházi, van a Kelemen László Kamaraszínház, és a színház mögötti Ruszt stúdió színházunk. Ettől az évtől kezdve viszont ez kiegészül egy negyedikkel, bár itt a Kecskeméti Katona József Színházon belül, de fönt az erkélyen, az erkély folyosót szoktuk mondani, bár az erkély erőtér inkább, ott egy jó pár évet találtunk egy nagyon jó játszási lehetőséget. Ott mutattuk be a gyerekoperákat, baletteket mutattunk ott be, és úgy gondolom, hogy most elérkezett az idő, hogy prózát is bemutathatunk ott. Idén 9 műfajban láthatunk előadásokat. A Kecskemét City Balett egy önálló táncszínházi előadással készült. Az orosz lélek rezdülései elevenednek majd meg az Anna Karenina tánc előadás produkcióban. Idén is nagyon sok előadással kecsegtetjük a kecskeméti közönséget, ami nem prózai lehetőségű. Az Anna Karenina ugye egy irodalmi textúrájú, ám bár tánchoz nagyon alkalmas mű, ahol egy női lélek különböző rezdüléseit és küzdelmeit és boldogság keresését követi végig a történet. Félig meddig cselekményes, félig meddig érzelemgazdag táncszínházi előadásra lehet számítani. A gyerekeket és az ifjúságot is megszólítják majd az előadásokkal, de vendégül lett majd a színház 500 roma származású hátrányos helyzetű gyereket 10-12 Kecskemét környéki kis településről. A színpadon láthatjuk majd például a Chicagót, a Lilion Fit vagy a Szállakakuk fészkére című darabot. Idén a szokásosnál még hamarabb, április 30-ától indul az előbérletezés. A régi bérlők helyeit június 21-ig tartják fent. Bemutatták a Kecskeméti Református Jogakadémia története 1875-től 1949-ig című könyvet. A kötete a budapesti jogi kar előzményeit vizsgálja, illetve több kuriózumot is tartalmaz. Ismét bővült a Kecskemétről szóló könyvek tárháza. Ma mutatták be a református új kollégiumban a Kecskeméti Református Jogakadémia története 1875-től 1949-ig című könyvet. A kötet tartalmaz korabeli leckekönyveket, fotókat, dokumentumokat, kivonatokat, év- és jegyzőkönyveket. Olyan területet kutattunk, olyan történetet írtunk meg, amely egyházi és tudományos szempontból, de az egyetemes magyar történelemben is méltó helyére teszi az egykori Kecskeméti Református Jogakadémiát, annak tanárait és hallgatóit. A rendezvényen részt vett dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter, aki elmondta, hogy a jogászképzés megjelenítése fontos az egész Kárpát-medencében. A jogászképzésben az egyik legfontosabb szerepet mégis Kecskemét városa játszotta. És ilyen szempontból azt gondolom, hogy kiemelt jelentőségű, hogy Kecskemétről egy önálló könyv jelenhessen meg, tehát ne csak egy cikk jelenjen meg róla, hanem teljes feldolgozásra kerüljön az egész jogakadémiai történetünk. A könyvben olyan kuriózumok is olvashatóak, mint például, hogyan jelentek meg az első női joghallgatók Kecskeméten. A kötet azoknak szól, akik meg akarják ismerni a múltunkat, hiszen a jogi kar több évszázados múltra tekint vissza. Egy ember megsérült, amikor két személygépjármű ütközött össze Kecskeméten, az Izsáki úton kedd este. A frontális karambol több órán keresztül akadályozta a forgalmat. Kedd este 9:30 környékén több szirénázó autó vonult át a városon a balesethez. Úgy tudjuk, hogy a Dunaföldvári út irányából a Vízmű utca irányába közlekedett egy szerb-magyar állampolgár egy Skoda Superb típusú személygépjárművel, aki a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján meg akart előzni egy autóbuszt. Áttért a szemközti forgalmi sávba, de ott összeütközött egy Suzuki Swift-tel. A mentők és a rendőrség szinte azonnal a helyszínre értek. A Suzuki 37 éves sofőrje az elsődleges orvosi vélemény szerint súlyos sérülést szenvedett. A férfit a mentők kórházba szállították. A kecskeméti hivatásos tűzoltók a járműveket áramtalanították, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek.
Az érintett útszakaszon 2 órán keresztül félpályás útlezárás volt érvényben, a forgalmat a rendőrök irányították. A baleset körülményeit a Kecskeméti Rendőrkapitányság vizsgálja. Utcafórummal kibővített sajtótájékoztatót tartott ma a Magyar Szocialista Párt Kecskeméten, a Szent István szobor előtti téren. Az MSZP uniós bérminimumot és nyugdíjminimumot vezetne be, illetve a családi pótlék legkisebb adható összegét egységesítenék. Elsőként Dobos József, az MSZP kecskeméti elnöke üdvözölte a megjelenteket, majd megköszönte a helyiek eddigi támogatását. Ezt követően Király József, a párt megyei elnöke Ady Endre szóalkotására, a Kompországra utalva annak a meglátásának adott hangot, mely szerint mára sem sikerült végleg kikötni Európa mellett. Király József úgy látja, hogy a mostani kormány a meglévő kötelékeket is kezdi eloldozni, ezért is kéri az emberek támogatását a közelgő európai parlamenti választásokon. Dr. Tóth Bertalan, a Magyar Szocialista Párt országos elnöke arról számolt be, hogy nem véletlen a mai sajtótájékoztató helyszín választása. Mögöttem található Szent István szobra. Szent István volt az első magyar királyunk, államalapító királyunk, aki egyértelműen kijelölte Magyarországnak az irányt. Ez az irány pedig Nyugat-Európa, tette hozzá Dr. Tóth Bertalan, aki a nyugathoz közeledést a megélhetés szintjén is fontosnak tartja. Mint elmondta, az MSZP 95 ezer forintos nyugdíjminimumot, 240 ezer forintos bérminimumot és legkevesebb 48 ezer forintos családi pótlékot vezetne be az Európai Unióban. Dr. Tóth Bertalan, az MSZP és a Párbeszéd közös európai parlamenti lista vezetője hangsúlyozta, hogy Magyarország egyetlen közös listája lehetőséget ad arra, hogy a szociális Európa védelme mellett a jövővédelmét, a környezet és klímavédelmet is képviseljék. A sajtótájékoztató után a párt utcafórumot tartott, melyen választóik kérdéseire válaszoltak. Tábla elhelyezéssel egybekötött sajtótájékoztatót tartott ma a Jobbik Magyarországért mozgalom Kecskeméten, a Homokbányán. A párt állítása szerint a kecskeméti városvezetés 300 ukrán gazdasági bevándorló elszállásolását tervezi. Itt vagyunk Kecskemét külvárosában, és mielőtt hozzá kezdenénk a sajtótájékoztatóhoz, ezt a táblát el szeretnénk helyezni itt az építkezés mellett, ezen a drótkerítésen. A kerítésre rögzített tábla és a Jobbik mai sajtótájékoztatóján elhangzottak szerint 300 ukrán munkavállaló kecskeméti elszállásolását tervezi a városvezetés. Lejer Zoltán, a Jobbik Bács-Kiskun megyei regionális igazgatója arról beszélt, hogy a magyar kormány a külügyminisztériummal közösen szervezi a gazdasági bevándorlást Magyarországra. Mint beszámolt róla, a kijevi nagykövetség honlapján olyan programot kínálnak az ukrán munkavállalóknak, amellyel a magyar gazdaság stratégiai partnereinek, a multinacionális cégeknek az olcsó munkaerejét segítenek megszervezni. Lejer Zoltán szerint a kecskeméti önkormányzat ehhez a tervhez asszisztál a most épülő dolgozói lakásokkal. Stummer János, a Jobbik alelnöke elmondása alapján a folyamat nem csak Kecskeméten zajlik. Országszerte számos településen dolgoznak már külföldi vendégmunkások tömegei a multinacionális cégeknél. A Jobbik megoldási javaslata a magyar kvóta törvény volt, melyel azt szerették volna elérni, hogy 10-ből 9 magyarországi munkavállaló kötelezően uniós állampolgár, de legalábbis magyar igazolvánnyal rendelkező határon túli magyar legyen. A törvényjavaslatot az országgyűlés nemrégiben leszavazta. Demeter Márta mutatta be az LMP európai parlamenti választási programját szerdán délután Kecskemét központjában. A párt az EU-s források hatékonyabb elköltése címet adta sajtótájékoztatójának. Az Európai Uniós választások tétje az, hogy végre a magyar valós nemzeti érdeknek lesz-e képviselete az Európai Unióban. Így indította mai kecskeméti sajtótájékoztatóját Demeter Márta, az LMP országgyűlési képviselője, aki leszögezte, pártja azért fog küzdeni, hogy az Európai Uniós források Magyarország számára a következő ciklusban se csökkenjenek, azoknak a felhasználása transzparensen történjen meg, korrupció nélkül. A képviselő azt ígérte, hogy az LMP jelentős béremelésért, az európai minimálbér bevezetéséért fog dolgozni. Demeter Márta kiemelte továbbá, hogy a fiatalok nehéz helyzetben vannak a magas albérletárak miatt, amelyet az LMP albérletplafon bevezetésével és bérlakásprogram indításával orvosolnak.
volna. Az LMP eltörölné azt az intézkedést, miszerint 2020-tól csak nyelvvizsgával jelentkezhetnek a fiatalok a felsőoktatásba. Ehelyett a párt a magas szintű nyelvoktatást szorgalmazná az általános és középiskolákban. Kitért a képviselő az energiabiztonság kérdésére is, mint mondta, fel kell mondani a Paks 2 szerződést, és az atomenergia helyett megújuló energiába kell fektetni. Elmondta továbbá, hogy lakáskorszerűsítési programot szeretnének indítani, amellyel véleménye szerint pár éven belül 30%-os rezsicsökkentés érhető el a magyar családok számára. A Momentum is bemutatta európai parlamenti választási programját szerda délután városunkban. Fekete Győr András elnök ismertette a megjelentekkel a párt jövőképét és legfontosabb elképzeléseit. Nagy örömömre szolgál bejelenteni, hogy amint önök is láthatják, a valóság megérkezett Kecskemétre. A valóságkampány a híres városban érkezett. Bodrozsán Alexandra, a Momentum Mozgalom Kecskeméti Alapszervezetének elnöke konferálta fel Fekete Győr András országos elnököt, aki ismertette a párt legfontosabb céljait, elképzeléseit. Fekete Győr András felidézte, hogy Magyarország 15 évvel ezelőtt csatlakozott az Európai Unióhoz, ami rengeteg pénzzel járt. Minden magyar ember az elmúlt 15 évben 1,2 millió forintot kapott az Európai Uniótól, vagyis csak kapott volna, ha ezt a politikai elit nem lopta volna el, fogalmazott az elnök. Legnagyobb problémának azt nevezte, hogy az országban gomba mód épülnek a stadionok, mindent letérkövezünk, amit csak látunk, valamint kilátók épülnek mindenfelé. Mint mondta, a Momentum jövőképe három pilléren áll, a magyarok egészségén, tudásán és munkáján. A párt azért fog dolgozni az Európai Parlamentben, hogy az EU-s pénzeket csak és kizárólag kórházakra, iskolákra és munkahelyekre költsék, ne pedig az Orbán család gazdagodására és korrupcióra. Hozzátette, a Momentum számára minden közvéleménykutató bejutást jósol. Szemétszedés, udvartakarítás, versenyek és előadások tették mozgalmassá a Széchenyi István Idegenforgalmi Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola diák önkormányzati napját. Az intézmény vezetőségének kezdeményezésére az iskola a Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért akcióhoz csatlakozott. A diákok az épület körül, valamint a belső területén összeszedték a szemetet és a leveleket. A diák önkormányzat napjára a gyerekek az otthonukban lévő használt elemeket és akkumulátorokat is összegyűjtötték, hogy egy speciális helyre kerüljenek, és ezzel se szennyezzék a környezetet. Tartotta a gitárbemutatót, bográcsfőzőversenyt, valamint a diákok részt vehettek szenvedélybetegségből kigyógyuló emberek előadásain és a Füredi Autós Iskola ütközés tesztjének bemutatóján is. A tanárok elmondása szerint a Széchenyi István Iskola minden diákja örömmel vett részt a programokon. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. 201 millió forint kormányzati forrásból elkészült a Kecskeméti Atlétikai Központ. Az új fejlesztésnek köszönhetően komoly versenyeket szervezhetnek a hírösvárosban, és a sportturizmus is jelentősebbé válhat. 4 milliárd forintból újul meg a homokbánya területe. A városrészben új bölcsőde épül, és létrehoznak egy autista nappali ellátó intézményt is. 800 millió forint értékben valósítják meg a Zöld Város programot, és a városrész megközelítését egy új útszakasz is segíti majd. Társasjáték, együtt hozzuk létre a csodát szlogennel indul a 2019-2020-as évad a Kecskeméti Katona József Színházban. 13 új bemutatóval, 9 különböző műfajjal és 4 játszóhelyel várják a nézőket a teátrumba. Egy ember megsérült, amikor két személygépjármű ütközött össze Kecskeméten az Izsáki úton kedd este. A frontális karambol több órán keresztül akadályozta a forgalmat. Önök a híres híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Műsorunkat hamarosan Kiemelő című magazin műsorunkkal folytatjuk. Mai vendégünkkel dr. Róna Tamással, a Mazsihisz Rabbi Testületének közelmúltban megválasztott elnökével. Többek között arról is beszélgetünk, melyek a fő célkitűzései. Bemutatjuk azt is, milyen lehetőségeket hordoz magában egy új és modern atlétikai centrum. Majd ellátogatunk a kecskeméti szennyvíz telepre, ahol ma 250 gyermek ismerkedett a víztisztítás folyamatával. Olvassák és nézzék hírportálunkat a címhíres.hu. A híres híreket 20 óra 40 perckor, 22 óra 30 perckor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként
csütörtökként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti.tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk, tartsanak majd akkor is velünk. Köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön változóan felhős napos időben lesz részünk, néhol egy-egy lokális jellegű futózápor sem kizárt. A keleti észak-keleti szelet továbbra is sok felé érénk helyenként erős lökések kísérhetik. Friss lesz a hajnal, délután 16-20 fokra számíthatunk. Pénteken már sok napsütésre, kevés felhőre, mindenhol csapadékmentes időre van kilátás. Az ország keleti felén élénk erős lesz az északi-észak-keleti szél. A legmagasabb hőmérséklet 18 és 22 fok között alakul. Szombaton sokat fog sütni a nap, csapadék nem várható. A kis szeles időben délután 17-21 fokot mérhetünk. Vasárnap már több felhő lehet az égen, de csak jelentéktelen zápor fordulhat elő, a déli szélben 19-23 fokra van kilátás.